gyülekezetünkben, és hagyj köszöntsen különösen és nagy szeretettel azokat, akik ma először vannak itt a gyülekezeti közösségünkben. Pál apostol szavaival is köszöntelek benneteket, kegyelem népünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretem, tegyük meg azt is, hogy odafordulunk egymáshoz, és köszöntsük egymást békességgel. A 84. zsoltárunkat énekeljük az Isten tiszteletünk kezdetén. A 84. zsoltárunkat, az első verset fennállva, utána a további verseket, helyünket elfoglalva. A 84. zsoltárunk pedig így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.
heidelbergi KT-ból, a hitvallásunkból, az 56., 57., valamint az 58. kérdést és feleletet olvasom. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé meg nem emlékezik, sem bűneimről, sem bűnös természetemről, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell, hanem kegyelméből, Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak. Miféle vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem vétetik fel Krisztushoz azonnal az élet után, hanem testem is egyesül majd lelkemmel, amikor Krisztus hatalma feltámasztja, és az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. És miféle vigasztalásod van az örök életről szóló hitvallásból, mivel már most előre érzem szívemben az örök élet örömét, hiszem, hogy életem elmúltával olyan teljes boldogságom lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, amelyben Istent örökké dicsérni fogom. Szeretnék jó néhány hirdetést megosztani a testvérekkel. Az elmúlt vasárnap, erre a vasárnap délutánra házaskört hirdettünk, de a héten jött egy hívás, egy jubileumi hívás, úgyhogy nem csak nálunk van jubileum ebben a gyülekezetben idén és jövőre, hanem a katolikus testvéreinknél is. A második János Pál plébánián, ami ugye 5 éve szerveződött itt a kertvárosnak, itt a hozzánk közeleső részén, ott lesz ma jubileum, ahol Mayer püspök úr fog majd, nyugalmazott püspök úr fog majd szolgálni. Oda hívtak, mint lelkipásztort, reformátusként, és hát ott képviselem a gyülekezetünket. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy a házaskör egy héttel később lesz. Nem egy héttel, bocsánat, majdnem rosszul, igen, köszönöm a jelzést. 2 héttel később lesz, november 3-án, úgyhogy november 3-án tartjuk majd a házaskört. És majd mindjárt mondom, hogy miért nem jövő vasárnap. A lényeg az, hogy a ránk következő hétnek az alkalmaiból is szeretnék néhányat kiemelni. A holnapi napon 6 órai kezdettel férfi kört tartunk. És katolikus testvéreinknél volt egy olyan férfi kör, ahol a férfi magányosságáról esett szó, és hát arra gondoltam, hogy hát ez szerintem mindenkire vonatkozik, hogyha férfi szemmel is gondolunk erre, úgyhogy holnap erről fogunk beszélni, hogy mit jelent. Ugye a közösségeinkről már beszéltünk, a férfi közösségekről, de holnap a férfi magányról lesz majd szó többek között. Úgyhogy 6 órakor tartjuk holnap a férfi körünket. Kedden 6 órai kezdettel ima közösséget tartunk. Csütörtökön lesz majd 9 órakor női óra, 6 órakor pedig a hitéleti ABC-t folytatjuk. Pénteken 5 órai kezdettel az énekkarnak lesz próbája, 6 órakor pedig ifjúsági óra lesz. Jövő vasárnapra van időpont változásunk, mert hogy hirdettem az elmúlt vasárnap, hogy jövő vasárnap egyházmegyei csendes nap lesz a reformációra készülve itt a gyülekezetünkben. Most már esztendőről esztendőre ez hagyomány, hogy reformáció közelettével összejönnek a baranyai gyülekezetek. Annyiban lesz ez rendhagyó, hogy nem délután, hanem már délelőtt az istentiszteleten kezdődik ez az alkalom. És hát jó néhány gyülekezet jelezte, hogy együtt lesznek majd velünk. Vagy a teljes napon, vagy csak a napnak egy bizonyos szakaszában. Viszont szeretném hirdetni, hogy így kivételesen csak jövő vasárnap, az Esperes úr kérésére 10 órakor fog kezdődni az istentisztelet. Így is sokszor 10 órára szoktunk csak igazából együtt lenni, de jövő vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, 9 óra 30-kor pedig ima közösséget tartunk a lelkész hivatalban. Úrvacsora is lesz, úrvacsorai közösségben is leszünk jövő vasárnap, nem csak azért, mert ez a hónap utolsó vasárnapja, hanem azért is, mert egy szép közös ünnepünk lesz.
És hát együtt leszünk, akik együtt leszünk jövő vasárnap, még utána egy közös ebéden, várjuk szeretettel a testvéreket, valamint a délutáni csendes napnak a folytatása is, majd megtörténik különböző előadásokkal. A programot elhelyeztem a templom előtti hirdető táblán. Ne tessenek egy dologról elfelejtkezni jövő vasárnappal kapcsolatban, óra áttállítás. Lehet, hogy valaki egy órával hamarabb fog jönni, de óra áttállítás lesz, úgyhogy ez is legyen ott a szívünkben. A presbiter testvéreket szeretném kérni, hogy az istentisztelet végén néhány gondolatra maradjunk együtt a jövő hétnek az előkészítése miatt, és szeretnék még hirdetni egy dolgot, hogy gyülekezetünknek egykor presbitere volt dr. kapitányné, dr. Réthati Gabriella gyermekorvos. Ő valamikor Sein 25 évig a férjével gyermekorvos volt, majd amikor itt letelepedtek Pécsen, akkor egy bizonyos időszakban a gyülekezetünknek presbitere volt. Őt 84 éves korában az Úr magához szólította, és holnap hétfőn 1 órakor fogjuk búcsúztatni majd a központi ravatalozóból. Naptárakat is hirdetnék. Lehet a Bibliaolvasóklauzra, kalendáriumra, fali naptárra iratkozni, és egyéb naptárakra is, amik megvásárolhatók az iratterjesztésünknél. És végül, de nem utolsó sorban a Pannon televíziónak is köszöntöm a nézőit, mert ez a mai istentisztelet adásban lesz, úgyhogy együtt lehetünk így, úgymond az éteren keresztül is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző, vezető és megszentelő pásztora. A 225. dicséretünkkel folytassuk. 225. dicséretünkkel az első versnek az éneklése után jelenlévő gyermekek el fognak menni majd a gyermekisten tiszteletre. A 225. dicséretünk így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan nagy csodában, kegyelemben van részünk, amikor azt vallhatjuk meg, hogy igen, Te itt vagy közöttünk, hogy veled van nekünk ma találkozásunk, hogy Te akarsz közel jönni hozzánk, a szívünkhöz, az életünkhöz, azért, hogy megérintsél bennünket, azért, hogy egészen a szívünkig jöjjél, hogy ott mindent a helyére tegyél, minden rendbe jöjjön, mindent megtisztítsál, minden oda nem illő dologtól, a bűntől kitisztítsál bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy így lehetünk ma itt a Te jelenlétedben, és a Te jelenléted a legcsodálatosabb dolog, a legnagyobb áldás nekünk, azért, hogy tudhatjuk, hogy a Te védelmező szereteteddel veszel bennünket körbe. Urunk, hadd tudjunk most minden olyat kiiktatni, ami elvonná a figyelmünket arról, hogy szívünknek minden idegszálával, gondolatával, érzésével rád figyeljünk, mert ma csak Téged akarunk hallgatni. És azt akarjuk, hogy amit Te mondasz, az valóban az élet szava, az élet beszéde legyen nekünk. Urunk, köszönjük azt, hogy arra méltatsz bennünket, hogy egyáltalán megszólíts. Arra méltatsz bennünket, hogy nekünk lehet még benned és általad jövünk. Urunk, így köszönjük azt, hogy Te ma hívtál, és köszönjük azt, hogy nem engedsz el üres szívvel, hanem veled együtt mehetünk tovább az úton. Készíts fel bennünket arra, hogy teljes szívvel tudjunk Téged követni, magasztalni és dicsőíteni. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvéreim, hallgassuk meg az örök élet beszédét, amely által ez órában, ami mennyei édesatyán keresel mi szívünket, és mely írva található a Haggeus próféta könyvének az első részében. Az első résznek pedig mind a 15 versében. Az ige felolvasását és az arról szóló bizonyságtételt a testvérek leülve figyelemmel és nyitott szívvel hallgassák. A Haggeus próféta könyvének első részében, annak mind a 15 versében így szól hozzánk Isten írott, élő és ható igéje. Darius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szól az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által, hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adok nektek harmatot, az ég, és nem hozta meg termését a föld.
Parancsomra szárazság sújtotta a földet, s a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubábel Sealtiel fia, és Jósuá főpap, Jócádák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenünk az Úr. És az Úrtól való félelem fogta el az népet. Haggeus az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnak, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósuá főpapnak, Jócádák fiának és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenünknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján, Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében. Amen. A Haggeus próféta könyvét olvassuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. Kedves testvéreim, és az az igazság, hogy elég hamar túl is fogunk jutni rajta, mert hogy ez a prófétai könyv mindösszesen 2 fejezetet tartalmaz. 2 fejezetet tartalmaz, de egy nagyon fontos kérdésre akar rámutatni. Egy olyan helyzet, amiről ugye hallottunk a Szentírásban, most ahogyan felolvastam az igét, hogy elkezdték építeni a templomot. Azt a templomot, és majd ennek el fogom mondani a kronológiai sorrendjét, amit valamikor leromboltak a babiloni fogságba vitelkor, és most Isten elkészítette a számukra azt a csodálatos lehetőséget, hogy újjá lehet építeni Istennek a házát. Igen ám, de amikor az Isten ügye menne előre, akkor mindig van hátráltatás. Ha az Isten ügyét ugye akarják az emberek erővel vinni, akkor azt is meg lehet tapasztalni, hogy ez nem tetszik a gonosznak. És a gonosz állandóan, valamilyen úton, módon bele akar ebbe az egészbe piszkálni. És hátráltatja Isten ügyét, hátráltatja azt, hogy valami olyan történjen és épüljön, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Na, ezt tapasztalta meg Isten népe. És az az igazság, hogy ez a megtapasztalás, ez úgymond nem csak a múltban volt így, ez minden időben így van. Hogyha valahol az Isten népe erővel tud szolgálni, lelkesen, örömmel, és megvan, hogy milyen szolgálat, akár templomot épít, akár gyülekezetet épít, akár ugye a hitre jutást próbálja elősegíteni, megtérések történnek, megújulások történnek, akkor higgyük el, hogy rögtön, abban a pillanatban a gonosz rögtön támadni fog. És valahol úgy fog támadni, hogy azt a pontot keresi, ahol a legjobban sebezhetőek vagyunk. Ahol valóban van rajtunk fogás. És hát ez történt itt is. Elkezdték építeni a templomot, igen ám, de mivel jöttek a nehézségek, a hátráltatások, ezért úgy minden abba maradt. Minden úgy lelassult. Valahogy, mintha elveszítették volna a lelkesedést is. Aztán elkezdték a saját házaikat építgetni, szépítgetni. És erre mondhatnánk, hogy na de mi ezzel a baj? Mi ezzel a baj, hogyha ők is egy komfortos, szép olyan helyen szeretnének élni, ahol jó élni. Na de pontosan a probléma csak az volt, de ez a csak, ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi az első az életünkben. Mi a legfontosabb? Hogy hagyjuk, hogy az Úr háza avittossá váljon, romokban heverjen, ne épüljön, közben pedig mondjuk a romos templom mellett meg épülnek a szemnél szebb paloták, a szemnél szebb házak. Nem tudom, de tudom, hogy szerintem érezzük ennek a súlyát, ennek a mélységét. Megint ugyanaz a szó jutott eszembe,
ami néhány héttel ezelőtt a prédikációban. Nem tudom, hogy akik együtt voltunk, emlékszünk arra, hogy a hűségről beszéltem. Arról beszéltem, hogy milyen fontos ugye a keresztényi életünkben a hűség, és akkor még mellé rakok egy másik szót is, ami úgy van, hogy kitartás. Na most az az igazság, hogy itt most tovább megyünk, mert hogy egy konkrét példa jön elénk. A hűséggel meg a kitartással kapcsolatban egy konkrét példát hoz elénk az Úr. És hát ez a konkrét példa, amit most már próbáltam felvázolni, hogy hát építik a templomot, de valahogy az a kezdeti lelkesedés úgy alábbhagy, lelohad az életükben. Nincs meg az a kitartás, mert valamivel szembe kell nézniük. Jön a nehézség, az első próbatétel, jönnek a támadások, jönnek a hátráltatások, és az ember egy idő után belefárad. Ilyenek vagyunk. Úgy megfáradunk, úgy belefáradunk, úgy veszítünk abból a kezdeti tűzből és lelkesedésből. Na, ilyenkor Isten abban a pillanatban figyelmeztet. Ilyenkor rögtön mondja, hogy vigyázz, el ne feledkezzél. El ne feledkezzél rólam, mondja az Úr. Legyél továbbra is kitartó. Ma mondtam azt, hogy katolikus testvéreinknél lesz ugye egy jubileum, viszont már elég régóta hirdetjük, hogy a mi gyülekezetünkben is, ebben az esztendőben is, és a jövő esztendőben is, úgymond egy nagy jubileumra készülünk. Mi nem öt esztendősek vagyunk, mint most a katolikus testvéreinknek, ugye, az új plébániája gyülekezete, mi már 40 évesek vagyunk. Hiszen ebben az esztendőben 40 éve arra emlékszünk, ugye, vagy azért adunk hálát az Úrnak, és dicsőítjük az Urat, hogy 40 éve elkezdődhetett a gyülekezet szervezése. Aztán a jövő esztendőben meg arra fogunk emlékezni, hogy 30 éve felépült a templom. De amikor arra gondolunk, drága testvéreim, hogy hát elindult a gyülekezet szervezés, és majd lehet most a következő hetekben újra és újra erről sokat hallani, de hát sokan ismerjük a történetet, hogy a gyülekezet szervező lelkipásztor elkezdte járni a lakásokat. Ezeket a panel lakásokat úgymond házról házra. És az első élménye, hát az nem volt valami szívderítő. Az elutasítás, még a kutya ráengedés is, megveréssel való fenyegetés, feljelentéssel való fenyegetés, lehetne ezt sorolni. Szóval van egy nagy elán, egy nagy lelkesedés, úgy el tudom magam előtt képzelni, akkor még nem nagyon kellett, szóval nem volt annyira nehéz bejutni a lakásokba, mint most ide, ugye a panelházakba, és elindul, hogy na, minden szépen és flottul fog majd menni. És jönnek a nehézségek. És ilyenkor mit csinál az ember? Elkezdjük építeni az úrházát, és jönnek a nehézségek. Hát mi az Úr ügyébe vagyunk, és mégis jönnek a nehézségek. Hányszor mondjátok ti is ezt el? Hogy hát ti az Úr ügyébe vagytok. Te az Úr gyermeke vagy. Te annyit imádkoztál már ezért. De mégis jönnek a nehézségek. És ilyenkor, mint ahogyan a gyülekezet szervező lelkipásztorunk is, bandukolt haza szomorúan. Akkor ez ennyi volt. Lehet, hogy mert valahogy majdnem ez megfogalmazódott a szívében. És nem hagyta magára az Úr. Ez a csodálatos dolog. Akkor, amikor már elveszíteni a lelkesedést, amikor persze van egy vízió, és van egy ígéret az Isten részéről, akkor ugye jön a gonosz, valakit, valakiket fölhasznál, hogy hátráltassa a szolgálatot, és az ember azt mondja, hogy hát akkor ez ennyi volt. Mert mi is azt mondanánk, ez ennyi volt. Tudjátok, hogy én hányszor kimondtam már az Úrnak, amit Jeremiás kimondott? Hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És mondtam volna, hogy akkor ez ennyi volt. Hányszor mondtátok ezt ki? És az Úristen figyelmeztet. Jánost, ugye, gyülekezetünknek a szervező lelkipásztorát figyelmeztette az ige által. És nagyon erősen
a szívére helyezte azt az ígéből, hogy sok népen van ebben a városban. Na ez adott neki egy újabb lendületet. Megkeresni ezt a sok népet. Vagy itt, amikor már azt mondaná Isten nép, hogy elegem van, nem fogom tovább akkor folytatni a templomot, itt évek, esztendők telnek el, mert jön a hátráltatás, akkor azt mondja az Úr, Haggeus által, többek között, a prófét által, hogy ez így nem jó. Nem adhatjátok fel. Menni kell tovább. Lássátok a célt. Higgyétek el, testvéreim, persze ugye azt mondtam, hogy a gonosz támad, ahol látja az életet. De higgyétek el, hogy az ellenszél javunkra van. Az ellenszél megerősít bennünket. Azért, mert erősödik a hitünk a próbatételek alkalmával. És ott derül ki, hogy hogyan van meg az a hűség. Hogyan van meg az a kitartás a szívedben, ha van ellenszél. Nagyon sokszor elmondtam már nektek, hogy ha nem lenne ellenszél, ha nem lenne támadás, hogyha nem kellene nehézséget átélnünk, hát akkor olyan, mintha nem lenne élet. Ha nem lenne mit támadni, akkor minden a maga langymeleg állapotába menne mondjuk egy gyülekezetben. Na de ez a lényeg, hogy ahol életet lát a gonosz, és akkor ott van élet, azt akarja támadni. Mi meg az Úr védelmében menekülünk. Két dolgot úgy magamban megkülönböztettem. Milyen az, amikor az ellenszél ugye jön, és úgy erősödik, vagy van olyan helyzet, amikor tényleg valami nincs áldás. És ebben kell az embernek, a hívő embernek különbséget tenni. Hogy valami nincs áldás, azt meg kell látnom. Azt azért nem hagyja az Úr, mert szóval megakadályozza, hogy azt már ne tovább. Hát gondoljunk bele, amikor Pál apostol, ugye ment volna jobbra, balra, bárhova, vitte volna ugye az evangéliumot, és egyszer csak Isten mindezekben valahol, valamilyen körülményeket megakadályozza. És nem érti. Hát én az Úr ügyébe megyek. Akartam, én akartam. Vittem volna az evangéliumot, és megakadályozta őt a lélek. De aztán megértette. Mert amikor a makedón férfiú megjelent látomásban ő előtte, és meghallotta a szót, hogy jöjj által, akkor megértette, hogy itt az volt a baj, hogy ő nem Istenre figyelve tette. Már ott már megvolt a hívői buzgóság, de valahol mégis már nem az Urat nézte abban, hogy na, hova menjek, mi az Isten akarata. És akkor mennie kellett, ugye, belépni Európába, hiszen ez az első lépés volt Európa felé akkor. Drága testvéreim, hogy értsük az egészet, csak úgy röviden hagy mondjam el, hogy mi történt igazából. Fogok évszámokat is mondani, és lehet, hogy kicsit úgy untatnak majd bennünket, de nem baj. Azért látjuk az évszámokból azt, hogy hogyan halad ez az egész ügy. Mi történik? Ugye Krisztus előtt 587-ben Babilon elfoglalja Júdát. Fogságba kerülnek. Aztán Krisztus előtt 538-ban Babilont fogja majd legyőzni. Perzsia. Lesz egy uralomváltás. Úgyhogy azért hatalmasokat dönt le trónjairól, azért nem az népek, meg királyok, meg nem tudom, ők mondják meg, hogy hogyan alakul a történelem, még ha azt is hisszük, vagy hiszik. Ez az Isten kezében van. És olyan Círusz, a király, ugye a perzsa király, aki hazaengedi őket. Jó, erre mondanánk, hogy hát ő Isten embere ilyen szempontból, hiszen hazaengedi őket azért, hogy felépítsék Jeruzsálemnek ugye a várfalát, hogy felépítsék Jeruzsálemben a templomot, hogy újra benépesítsék. Azért van ebben egy kis hátsó szándék is, mert haza akarta engedni őket, és hát szerette volna, hogy ezek ilyen jó adófizető ugye állampolgárai lehettek volna, mert attól függetlenül még úgymond az ő földi uralma alá tartoztak. Na most a népnek csak egy része ment vissza. Egy jelentős része az berendezkedett már Babilonba, nem akartak visszamenni. Nem engedelmeskedtek. Nem, hogy a királynak, Isten hívásának sem.
Mert még ha azt is mondom, hogy volt egy kis hátsó szándék, hogy hát az adófizetőket akart, a jó adófizetőket akart belőlük ott, ugye, Jeruzsálemben, attól függetlenül nyilvánvaló, hogy Isten használta fel akkor a Círuszt. Na most, ugye a nép egyik része nem megy, a másik része megy, és van lelkesedés. Újjáépítjük a várost. Mi leszünk az újjáépítők, mi leszünk az építők. Minden rendben lesz. Aztán felépítik az oltárt, elkezdik az áldozatot. Templom még sehol. Rá két évre fel fogják építeni, vagy leteszik az alapkövet majd. És elkezdődik ugye az építkezés. És ahogy mondtam, hogy hát jönnek a nehézségek. És ezekben a nehézségekben, ugye először jönnek az ellenlábasok, hátráltatják a munkát, aztán az egyéb nehézségek. Régen volt már a föld megmunkálva, kevés a termés, jönnek a természeti csapások, jön az aszály, jön a jégeső, ezt olvassuk ugye Haggeus próféta könyvében. Persze figyelmeztetésként, azért engedtem meg, azért küldtem mind ezeket a természeti csapásokat, hogy figyeljetek. Figyeltetek most nyáron? Figyeltetek az elmúlt esztendőkbe? Mennyire figyelünk Istennek a figyelmeztetéseire? Ami történik körülöttünk, például az időjárásban, ne higgyétek, hogy ezek véletlenszerű dolgok. Ezeket Isten tudatosan megengedi, és figyelnünk kellene. Na most, ugye elmondtam, hogy akik körbevették őket, nem örültek, feljelentették. És akkor mindig lát az építkezés. És valahogy lelohadt. 15 év, ugye, mindig valahol nehezen és csúszik az építkezés. És mivel ugye csúszik, mindenki elkezdte a maga házát, a magáit. Legyen az rendben. Ma is ez van a világban. Az első sokszor a miénk. A második az úré. Második jó esetben. Meg ki tudja, hanyadik esetben. Hova csúszik az Úr az életünkbe? Jó ez így is. Meg a testvéreim, én pont az elmúlt hetekben gondolkoztam el azon, hogy igen, ide jövünk ebbe a templomba. De sokszor azt érzem, hogy igen, az első mindig az embernek otthon, amilyen van. Hát ez meg, ugye el vagyunk valahogy a templomba. Haza, ide jövünk egy órára, hazamegyünk egy óra múlva, és ennyi. De hogy mennyire fontos, hogy ami körbevesz bennünket, az Úr dolga, az Úr dicsősége, az, hogy akár itt együtt vagyunk az Úr jelenlétében. Mi az első? És jó lenne ezt valóban végig gondolnunk. És akkor Aggeus, jön egy következő évszám, Krisztus előtt 520-ban. Valaki még mondja, hogy szeptember és december között egyszer csak szól. Az Isten rábízza az üzenetet, és szól. Vigyázzatok! Elfelejtkeztetek az Úr dolgairól. Valamikor lelkesek voltatok, de elfelejtkeztetek az Úr dolgairól. A házatok már rendben van, de hol tart az Úr temploma? De és Krisztus előtt 515-ben felépül a templom. Nem elég a lelkesedés, ezt meg kellene tanulni. Nem elég csak az a kezdeti tűz. Hány olyan embert láttam, aki elkötelezte magát az Úr mellett, mondjuk, amikor hitre jutott, amikor megtért. Láttam azt, hogy madarat lehetett vele fogadni. Rögtön szolgálni akart. Rögtön bizonyságot akart tenni. Én meg örültem. Mi meg örültünk. Aztán telt múlt az idő. És azt láttam, hogy hát most nem érek rá. Most van valami más. Mindig valami, és akkor ahogyan a lelkesedés kezdett alább hagyni. Nem a lelkesedés egyszerűen csak a lényeg. A hűség a lényeg. A kitartás a lényeg. Meddig tart a lelkesedés? Mindenki gondolja már végig magába, aki itt van a gyülekezetben. A te lelkesedésed nem csak hit dolgában, de én most a hit dolgáról beszélek. Meddig tart a lelkesedésed? A nehézségekig?
Jön a nehézség, jaj! És akkor abban a pillanatban az ember feladja. Egy dolgot ne felejtsél el, hogy mindig ott vannak melletted. Ha amikor lelkesedsz, és utána jön a nehézség, a próbatétel, és ezt mint egyén éled meg, az Isten ott van melletted. A megváltó meg fog erősíteni. A közösség ott van mellettünk. Egy gyülekezet ott van mellettünk. Ez így működik egy családban is. Hogy nem vagy magadra hagyva, a család ott van melletted. A gyülekezet családja ott van melletted. Úgyhogy ne csak addig tartson a lelkesedés, amíg nem kell áldozatot hozni érte. Hanem tartson akkor is, amikor igen, teljes szívet, lelket, erőt, mindent, áldozatot kell hozni. Úgyhogy a hűségnek valóban azt kell szem előtt tartani, hogy legyen álhatatosság az életedben. A Máté evangélium a 24. részében van leírva, aki mindvégig kitart, üdvözül. Aki mindvégig kitart, üdvözül. Ezt ne felejtsük el. De csak aki mindvégig kitart. Úgyhogy ez legyen ott előttünk. Néhány példa erre például. Olyan ez mondjuk, mint a mézes hetek. Ugye eszembe jutott, ugye az ember a mézes hetekben ugye turbékol, minden olyan szép, minden olyan csodálatos, minden olyan rózsaszín, pláne előtte udvarlás, egyebek, és eltelik 30-40-50 esztendő. Merjük remélni. És elkezd panaszkodni az ember. Már nem olyan. Már nem úgy éljük meg. És ez miért lesz más? Kérdezhetnénk. Az is csak a lelkesedés a mézes hetekről szólt. Ilyen a megtérés, amit az előbb mondtam. Madarat fogadhatunk. Na de jönnek a próbatételek. Már nem olyan. És erre mondja a Biblia az, amit az első szeretet tüze. Az első szeretet tüzére szeret az ember visszagondolni, na de a hit a megszentelődés útján megy szépen előre. Drága testvéreim, ezért figyelmeztet bennünket valóban az Úr. Azért, hogy az ember ne felejtkezzen el arról, hogy honnan jött, arról, hogy honnan eshet ki, mert erről is beszél az ige. És hogy tér meg, és térjünk oda-vissza. És Isten figyelmeztet, Isten próbára tesz. Azért, mert szeretné azt, hogy még ha meg is ráz, de hogy megmentsen bennünket. És az Úr megmutatja azt, hogy hova kell visszatérni. Hova kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, vagyis őre áll. Úgyhogy nem csak a nagy elhatározások a lényegek. Templomot fogunk építeni. Hitben fogok járni. Jobban fogok szeretni. Jobban fogok küzdeni. Most meg fogok maradni a hitben. Nem csak ez, nem csak a nagy elhatározás a lényeg. A nagy lelkesedés. Hanem a hűség és a kitartás. Mert csak akkor épül meg a templom. Csak akkor épül a hited. Csak akkor tudsz együtt járni az Úrral. Amen. Urunk, igazából csak te látod azt, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban vagyunk. Látod azt, hogy most talán azt mondjuk, hogy nagyon lelkesedünk, nagyon tüzesek vagyunk hitben is, aztán te látod már jóval előre, hogy hogyan fog történni. És ezért kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket erősen a te kegyelmedben. Erősen tarts bennünket a te drága kezedben, akkor, amikor már úgy kezdenénk valahol leereszteni, úgy, hogy nem azzal a tűzzel égni, mint előtte. Figyelmeztes bennünket, amikor már valahol hátrébb sorolnánk téged az életünkbe, amikor nem te vagy az első, és ezért bocsáss meg nekünk, Urunk. Urunk, azért kérünk, hogyha kell, rázd meg,
Tudjuk, hogy menekülnénk attól, mert félünk attól, hogy valami rossz dolog, valami ítéletes dolog történik az életünkkel. De Urunk, hisszük azt, hogy Te úgy rázol meg bennünket itt ebben a földi létben, hogy helyére igazítsad az utunkat, a lelkesedésünket, az irántad való elköteleződésünket. Mi olyan gyengék vagyunk, Urunk, de Te, aki az erős vagy, Te, aki a Te lelkedet adott, ezt kérjük el tőled erre. Urunk, kérünk azért, hogy tudjunk valóban háladással visszatekinteni, akár 40 esztendőre, akár 30 esztendőre. De arra is kérünk, hogy ne ragadjunk benne ebben a szent nosztalgiában, hanem lássuk a jövőt, amit elénk társz, amiben küzdenünk kell, amiért harcolnunk kell. Urunk, így adjad, hogy ez a gyülekezet tudjon megújulni, tudja minden nap azt mondani, hogy csak veled, csak téged követve, csak téged felmutatna. Urunk, ebbe állj meg, ebben erősíts, ebbe segíts bennünket. Urunk, eléd visszük a betegeinket. Könyörünk értük, hogy erősíts meg őket. Vedd őket körbe a gyógyulás kegyelmével, örömével. És hálát adunk mindazokért, akik már a gyógyulás útjára léptek. Urunk, a Te kezedbe helyezzük gyülekezetünknek a fiataljait, a konfirmandusait, hogy ők is erősödjenek meg hídbe, tudjanak elköteleződni melletted. És a Te kezedbe helyezzük le, Urunk, a jövő hetünket, a reformáció istentiszteletünket, amiben együtt leszünk az egyházmegye gyülekezeteivel, testvérekkel, hogy erre is készíts fel bennünket. Mutassad, hogy hogyan kell mindezt, Urunk, elkészíteni, tőled elkérni, és valóban megvalósítani kegyelmedből. Legyen, Urunk, minden a Te dicsőségedre. Amen. Néhány pillanat, a testvéreim, csendesedjünk el imádságban Isten színe előtt. Urunk, áldunk azért, hogy meghallgatod a mi imádságunk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a záró énekünket énekeljük. A 158. dicséretünket, a 158. dicséretet, záró énekünket, mind a 7 versével hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.